Na tehát itt vagyunk a FNAF 4-en, ahol ma, inap folytatni fogjuk a hatodik éjszakával, valamint megnézzük az extrákat. Szeretnék szerintem innentől fogva igazából mindig rakni egy kérdést a videóba, hogy egy picit titeket is jobban belevonjunk. Nektek, tehát a mai kérdés legyen az, hogy nektek melyik a kedvenc FNAF játékotok? Írjátok le kommentbe. Utána néztem a hatodik éjszakának, és azt találtam, hogy olyan lesz, mint a negyedik éjszaka, 4 óráig. Majd 4 órától olyan lesz, mint az ötödik éjszaka, tehát Fredben lesz benne. Úgyhogy az a változás az eléggé fura lesz, és nehéz lesz hozzászokni. Ezen kívül pedig az a célunk, hogy minél tovább kint tartsuk Foxit a szobában, mert hogyha Foxi bejön, akkor kalapkabát van. Na kezdjük! Night 6. Valamint szerintem be fogok vezetni minden videó utolsó 1 percébe egy olyat, olyan hülye vagyok, rossz gombot nyomok, elfelejtettem a gombokat. Valamint, bocsi, hogy keveset beszélek ezekben a videókban, de itt tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy halljak. És hát, hogyha nem hallom normálisan, akkor ugye, hát bukta. És hát mi ezt nem nagyon szeretnénk. Bejött Foxy, baszki. De jó vagy. Számítottam rá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát igazából annyira nem ment vissza. Olvastam róla, hogy... Tehát igen, vissza lehet tartani Foxyt jobban. Nem akar nekem visszaváltozni, Foxy. Mindjárt a Fred belesész. Jó, Csika az most benn van a konyhában. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ah. Tehát igen, meg lehet csinálni ezt, amit kérdeztem. Rossz helyre jöttem. Nem. Nem. Vissza balra. Vissza jobbra. Balra. Jobbra. Jobbra van most. Balra. Jó, megnézzük. Aha. Jó, elsőre, srácok! Hatodik éjszaka... Hatodik éjszaka elsőre. Jó, én mondok nektek egy olyat, hogy elfelejtettem elmondani, mert annyira fókuszáltam a játékra, de beszeretnék tenni minden egyes videó után egy percet. Tehát azt szeretném bevezetni, hogy minden videó után beszélek egy percig arról a bizonyos projektről, amiről beszéltem, tehát arról a FNAF stílusú horrorjátékról, amit ugye szeretnék csinálni. Úgyhogy minden egyes videó után lesz egy perc, ahol az állapotáról beszélek igazából a játéknak, meg hogy mit gondoltam ki. És hát megnéztem, és növekedés szerint eléggé gyorsan nő a csatorna. És nem tudom, hogy lesz-e időm befejezni 1000 subra a játszható verzióját a játéknak, tehát hogy legyen egy legalább egy teszt játszható verzió. Mindegy, annyi a lényeg, tök mindegy, hogy mikor is lesz, hogyha lesz teszt verzió, vagy hogyha tesztereket keresek, akkor hozzátok fogok fordulni, és kiadok egy beta verziót igazából valahol a leírásban, erről majd szólok, hogy mikor lesz ez. De hogyha tesztelem a szükségem, akkor remélem számítotok rátok ezzel kapcsolatban. Can you hear me? Oh, control. I don't know if you can hear me. I'm sorry. You're broken. We are still your friends. Do you still believe that? I'm still here. I will put you back together. Hallottátok? A Flatline-nak a hangja. Ez egy EKG-nek a hangja volt, ami egy egyenes vonal. Tehát, na, elmondom, hogy szerintem mi a lóra. Szerintem, beszéltem ma ezzel suliban egy olyan emberrel, aki ért hozzá, diszkasszoltuk, tehát Michael Afton, ként játszunk a Assist Allocation-ben és a kettőben. És az nem, a kettőben nem. Az egyben. Az egyben és a Sister Location-en Michael Afton-nal játszunk. És
ebben a játékban a Crying Child az szerintem Michael. Mert a testvérünkön mindig Foxy maszk van, és a 6-ban az endingben, amikor sírkövek vannak, akkor a Foxy maszk az Fritz mellett van. És szerintem a testvérünk az Fritz Afton. Aki ijeszget minket. Ezen kívül szerintem Michael volt, tehát mi voltunk ebben a játékban a 83-as harapásnak az áldozata, mert hallottuk most játék végén a flatline-t. Tehát, hogy meghaltunk. És azt mondta nekünk valaki, hogy I will put you back together, aki valószínűleg az apánk volt, William Afton. És szerintem a Sister Location-ben azért nem halunk meg a Scooping Room-ban, mert nem vagyunk már emberek. Tehát meghaltunk, és az apánk újra összerakott minket egy robot formájában. Tehát mi is egy animatronikként játszunk. Szerintem ez a lore. Hogy ez mennyire igaz, ebben légy szíves, javítsunk ki valaki, hogyha ez nem igaz. Én nem tudom. De ez hangzik a leglogikusabb lore-nak eddig. Úgyhogy nézzük meg az extrákat. Making Fredbear. Ez inkább csika lesz. Ja, a Nightmare Fredbear, gondolom. Na hát igen. Jumpscares. Majdnem megijedtem. Chikától nem kaptunk jumpscare-t. Foxy-tól kaptunk. Chikától nem kaptunk jumpscare-t. Bonnie-tól eléggé sokszor kaptunk. Freddy-t ebben a játékban egyszer se láttam. Nightmare-tel egyszer kaptam. Cupcake. Ezt el is felejtettem, hogy létezik. Őtől is lehet jumpscare kapni? Plushtrap-től se kaptunk jumpscare-t. Fun with Plushtrap, én ezt kihagyom. Nightmare. Na ez az. A Nightmare mód ugyanaz, mint a Fredbear-es elvileg. Csak 0,8 szeked van reagálni. Tehát 0,8 szekkel be kell csukni az ajtót. Valamint, nem tudom, hogy ebben a Nightmare módban csukni kell le a klozetet például, hogyha ott van, vagy pedig világítani kell a szemébe. Azt szerintem elég gyorsan meg fogjuk tanulni, úgyhogy mindjárt jövök, reszetelem a facecam-emet, mert be fog telni a telefonomnak a tárhelye. Itt is lennék egy kis telefontárhely, letöröltem egy-két videót, mert valami rajta hagytam a telefonom a tegnapi videónak a facecam-ét. Hops. Na mindegy. Tehát nézzük meg akkor ezt a Nightmare-t. Start. Ez a Night 7. Jó. Akkor ez elvileg nehéz. Tehát ilyen nagyon nehéz. Mert olyan reflex kell, hogy ez nem igaz. Tehát nézzük, miből élünk. Jó, tehát a Nightmare mód az nem is az a Nightmare mód, amire én gondoltam. Hanem nem tudom, hogy mi a Nightmare mód akkor. Amúgy bocsi, hogy sötét a facecam-om, csak nagyon későn veszem ezt a videót. Tehát a Nightmare mód az mégsem az a Nightmare mód.
Jó. Tehát Csika most nem jöhet. Tehát Csikával most nem is kell foglalkozni. Nem mondjuk jó idővesztegetés volt. Itt van Bonnie. Csika is itt van. Akkor hallottam meg a lihegést, amikor megnyomtam a kontrollt. Tehát reflexszerűen meghallottam a legelső frame-nyi lihegést, és instant megnyomtam a kontrollt a flashlighthoz. És akkor... Hát nem tudom, az a baj, hogy nem tudom, hogy megérni-e az, hogyha ezt kivinném, mert azt tudom, hogy kapunk lore-t még hozzá. Viszont azt is tudom, hogy mit kapunk. Úgyhogy nem biztos, hogy... Tehát ki kell nekem vinnem ezt. Mert tudom, hogy mi van utána. Kijött Csika. Nem jó, Bonnie-ben van, nem. Nem jó. Nagyon jó vagy.
Jó. Jó, itt van Nightmare. Nem jó. Uff. Jézusom! Na, ilyet soha többet. Szerintem sehol nem vert ilyen szinten a szívem a Security Breach-ben, mint most ezen az éjszakán a 4-ben. Ez az éjszaka, ez valami brutális difficulty-hoz képest minden máshoz ebben a játékban eddig. Perhaps some things are best left forgotten for now. És ezzel szerintem cheat, house map, fast nights, danger indicator. Ezzel megszereztük a harmadik csillagot. És ezzel szerintem meg lehet, hogy én itt lezárom ezt a játékot. Na de, én azt nem szeretném kivinni, remélem megértitek. Valószínűleg nem kapunk semmi lort, semmit nem kapunk érte. Úgyhogy én ezt most kihagyom egyelőre. Viszont ez nem azt jelenti, hogy vége, mert holnap akkor jövök vissza a sorrend szerint Sister Location-nel elvileg. Úgyhogy holnap valószínűleg találkozunk a Sister Location-ben. Halli!